Kedves nézőink, másodízben zajlott Ajkán a hétvégén a Veszprém megyei játékvezetők edzőtábora. Most erről számolunk be önöknek. Városunkban rendezték a Veszprém megyei játékvezetőbizottság szokásos nyári edzőtáborát, amelyben több mint 130-an vettek részt. Az eseményre fél évente sor kerül, hiszen a sípmestereknek folyamatosan elméleti és gyakorlati felméréseket kell teljesíteniük, hogy hivatásukat aktívan gyakorolhassák. Ezúttal azonban egy rendhagyó apropója is akadt a rendezvénynek, mégpedig az, hogy a résztvevők megismerjék és elsajátítsák azokat az új szabályokat, amelyek június 1-én léptek életbe. A résztvevők szombaton és vasárnap kora reggeltől egészen estig elméleti és gyakorlati oktatásokon sajátították el az ismereteket, és maguk is kipróbálhatták ezek alkalmazását. Emellett teljesítették a szintjükhöz előírt fizikai és szellemi teszteket, hogy működhessenek az őszi szezonban. Vencel Imre, a bizottság újdonsült elnöke úgy fogalmazott, a Nemzetközi Szabályalkotó Testület 130 éve nem végzett ekkora mértékű módosításokat a labdarúgás szabályaiban. Mohos Milán, a bizottság instruktora, két héttel a rendezvény előtt személyesen látogatott el az alközpontokba, Ajkára, Pápára, Veszprémbe és Tapolcára, hogy több órás előadás keretében ismertesse a változásokat a játékvezetőkkel. A módosítások a játék rengeteg területét érintik. Vencel Imre szerint az egyik legfontosabb a hármas büntetés kérdése. Eddig, ha egy játékos a 16-oson belül gólhelyzetben szabálytalankodott, akkor ezért 11-es piros lap és ennek következtében eltiltás járt. A változás értelmében, ha a labdarúgó célja a szabálytalanság során a labda megjátszása volt, akkor az ítélet csupán sárga lap és büntető. A bizottság tagjai vélhetően joggal tartanak tőle, hogy a játékosok és a nézők először nehezen fogadják majd, amikor a pályán azt tapasztalják, hogyha a védő vagy a kapus becsúszva, kivetődve buktatja az ellenfelet, ez csupán sárga lapot ér, míg visszahúzásért, lökésért, visszatartásért, szándékos kezezésért továbbra is piros lap jár a nyilvánvaló gólhelyzetek meghiúsításánál. Az Európa-bajnokságon számos szabályváltozását már mi is megfigyelhettük a televízió előtt. Ezek közé tartozik, hogy a középkezdés hátrafele is elvégezhető, illetve az, hogyha egy játékost lapot érően buktattak, akkor neki nem feltétlenül kell elhagynia a pályát az ápolás idejére, amennyiben az rövid időn belül megtörténik. Szintén érdekes módosítás, hogy a lesről visszalépő labdarúgó ellen a saját tér felén is ott ítélnek szabadrúgást, ahol labdába ér. Büntető esetén régi szabály, hogy a kapus nem léphet előre az alapvonalról, amíg a labda nem mozdult meg. Ezentúl ezt a vétséget sárga lappal jutalmazzák majd. Mohos Milán elmondta, hiánypótlás is történt, hiszen érdekes módon a szabálykönyvek eddig nem tartalmazták, hogy a pontrugások előtt a labdának mozdulatlanul állnia kell. Ezentúl pedig csak akkor számít elvégzettnek egy szabadrúgás, kirúgás vagy szöglet, ha a játékszer mindenki számára nyilvánvaló módon megmozdult, ezzel kiküszöbölve azokat a trükkös megoldásokat, amikor egy csapat szinte észrevétlenül hozta játékba a labdát azzal, hogy egy labdarúgó éppen csak hozzáért. Emellett rögzítették az ivószünetekkel kapcsolatos ismereteket is. Fontos tudni, hogy a játékvezető fegyelmező jogköre akkor kezdődik, amikor a pályára lép. Ez vonatkozik arra is, ha a mérkőzés előtt bejárja a játékteret. Ennél fogva már a találkozó előtt is kiállíthat játékost, ám ameddig ez a kezdő sípszó előtt történik, addig egy csere beállhat helyette, így nem kell emberhátrányban kezdeni a mérkőzést. A cserejátékos helyett viszont más már nem nevezhető a jegyzőkönyvbe. Újításnak számít, hogy a pályán kívüli szabálytalanság esetén nem labdaejtés következik, hanem szabadrúgás a legközelebbi határoló vonalról a vétlen csapat javára, ami így akár büntető is lehet. Mohos Milán hangsúlyozta, megyénk játékvezetői alaposan felkészültek a módosításokból, amit az is bizonyít, hogy a résztvevők sikerrel teljesítették a hozzájuk kapcsolódó elméleti tesztet, sőt, sokan végeztek 96 és 100% közötti eredménnyel. A bizottság instruktora kiemelte, sokan szükséges rosszként tekintenek a játékvezetőkre a labdarúgásban, nem látnak bele a rendszer szervezettségébe, felépítettségébe és a háttérben zajló rengeteg szakmai munkába. Véleménye szerint a bíráskodás rengeteget fejlődött az elmúlt években, és lépést tart a modern labdarúgással. Vencel Imre álláspontja az, hogy az új szabályokkal jobban érvényesül a játékvezető személyisége, mint mondta, ez volt a törekvés lényege is. A játékvezetői létszám egyébként hiánnyal küszködik a megyében, de ez nem csak a megyére jellemző, hanem az ország minden területére.
Az elnök kiemelte a női játékvezetés hiányát. A nőknél nagyobb a fluktuáció, hiszen ők a gyermekvállalás után kiesnek egy időre, vagy végleg befejezik a labdarúgást. Ugyanakkor férfi játékvezetőkben is nagyon nagy a hiány, talán mert nem épp népszerű a játékvezetők munkája. Főleg verbálisan vannak kitéve a közönség támadásainak. Ugyanakkor Vencel Imre azt mondja, aki játékvezetőnek megy, vállalnia kell, hogy nem mindenkinek tetszik, amit ítél. Aki kedvet kap elsajátítani ezt a szakmát, az a játékvezetőleszek.hu oldalon, vagy bármelyik ajkai játékvezetőnél személyesen is jelentkezhet a hamarosan induló tanfolyamra.